Talán feltűnhet majd, hogy az alábbi videóban szinte csak is női elkövetőkről lesz szó. Ebben semmiféle szándékosság nem volt. Egyszerűen a mérgezéses gyilkosságok inkább a nőkre voltak mindig is jellemzőbbek, mint ahogy az erőszakos elkövetők nagyobb százalékban férfiak. Egyébként hasonló témában még nem készítettünk videót, de terven van több ilyen is. Lássunk is hozzá! Tömegmérgezés az ókori Rómában. Időszámításunk előtt 331-ben közel 200 római nőt vádoltak meg tömegmérgezéssel, miután a városban sorra haltak meg a patrícius férfiak. Eleinte járványra gyanakodtak, míg nem egy szolgálólány a szenátus elé járult, és védelemért cserébe elvezette őket ahhoz a házhoz, ahol állítása szerint a tömeges halálozásért felelős személyek tartózkodnak. A házban éppen 20 nemesi rangú nő főzeteket készített. A nők azt állították, hogy ezek csupán gyógyszerek és bájitalok. Ezt próbára téve a bírósági tárgyalások alatt két érintettel meg is itatták a főzetüket. A vádlottak kitartottak az állítások mellett, és szemrebben és nélkül hajtották fel a főzetet, mindketten meghaltak. A méregkeverők szolgálói még további 170 nőre tettek tanúvallomást. A vádlottak további sorsáról pontos feljegyzéseket nem találni. Egy biztos, hogy tettüket a szenátus inkább az őrültség és nem a gonoszság számlájára írta, így valószínűleg büntetésük számüzetés volt. De mi lehetett az indíték? Történészek szerint a nemesi származású nők így lázadtak a kényszerházasságok ellen, azonban a feljegyzések nem a férjeiként emlegetik az áldozatokat, csupán vezető és magasrangú polgárokként. Az biztos, hogy Rómát akkoriban valóban egy influenza-szerű járvány sújtotta, és elképzelhetőnek tartják, hogy ezek a nők tényleg csak segíteni szerettek volna a megbetegedett férfiakon, és talán a főzetbe véletlenül került valamiféle mérgező növény. 2300 év elteltével már lehetetlen megmondani, mi is történt pontosan, de az első feljegyzett tömeges mérgezés áldozatait 100 körülire becsülik. Az Aqua Tofana mérgezések. 1620-ban Palermóban született Giulia Toffanának már az édesanyja is foglalkozott méregkészítéssel. Feljegyzések szerint ki is végezték, mert megmérgezte a férjét. Giulia továbbvitte anyja receptjét. Eleinte ártalmatlan kozmetikumok készítésével foglalkozott, később árulni kezdte az Aqua Tofanát, ami valószínűleg arzént és olmot tartalmazott. A készítményt kenőcsnek álcázva árult a saját római üzletében, a többi ártalmatlan kozmetikuma mellett. A szer színtelen, szagtalan, ízetlen volt, tökéletes választás azok számára, akik meg akartak szabadulni erőszakos férjüktől, boldogtalan házasságoktól, esetleg örökségre vagy biztosítási pénzre hajtottak. A Szent Miklós képével ellátott üvegcsébe rejtett méreg senkiben nem kelt egy gyanút. Az Aqua Tofana hatásai egy tényleges betegség tüneteit mutatták. Az első adag megfázáshoz hasonló panaszokat okozott. A második gyomorfájást, hányást, hasmenést váltott ki. A harmadik, negyedik adagba rendszerint már belehaltak. Giulia Tofana üzlete szinte hálózattá nőtte ki magát. Palermo, Róma és Nápoly városában és környékükön közel 20 éven keresztül árulták a termékét, a boldogtalan feleségek legnagyobb örömére. A mérgezésnek egy asszony vetett véget, aki az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy mégsem szeretne megszabadulni férjétől, így bevallotta neki, hogy a levest só mellett arszénnal, ólommal fűszerezte. Ekkoriban már többeknek gyanússá vált, hogy olyan sok fiatal özvegyasszony van a környéken. Tofana próbált elmenekülni, de nem járt sikerrel. Megkínozták, aminek hatására bevallotta, hogy több mint 600 férfi meggyilkolásában vett részt közvetetten. 1659-ben végezték ki lányával és három alkalmazottjával együtt. Később több özvegyet is kivégeztek, akiknél megtalálták az Aqua Tofana üvegcséjét. Bár Giulia meghalt, az általa készített szer még sokáig használatban maradt. Mozart 1791-ben halálos ágyán arról beszélt, hogy úgy érzi, valaki Aqua Tofanával mérgezte meg őt. Catherine Monvoisin és a francia méreg affér. Az 1640 körül született Catherine Monvoisin a párizsi jósnők hálózatának vezetője volt. A jósnő szolgáltatásai közé tartozott például az afrodiziákum készítés, a feketemiség lebonyolítása és a méregkészítés megrendelése. Ezek mellett szülésznőként is tevékenykedett, bár leginkább illegális abortuszok elvégzése miatt jártak hozzá a nők. Sokan megfordultak nála az arisztokrata körökből is.
Lavoison becenévre hallgató méregkeverő jósnőt szolgáltatásai egészen a nap király 16. Lajos udvaráig juttatták. Gyakori ügyfele volt a király hivatalos szeretője, Madame de Montespan. De Montespan egyszer féltékenységében felkérte a jósnőt a király megmérgezésére, aki ebbe bele is egyezett, azonban a terv végrehajtása előtt kiroppant a francia méregaffér botrány. A felvilágosodás előtt az emberek nagyon babolásak voltak, így Catherine Monvoisin-on kívül jó néhány varázsló és jósnő tevékenykedett Párizsban és annak környékén hasonló, akár gyilkos szolgáltatásokkal. Ennek köszönhetően 1677-tel kezdődően összesen 36 sarlatánt végeztek ki. 1679-ben Lavoisont is őrizetbe vették. A nő ekkor már súlyos alkoholista volt, kínvallatás nélkül is bevallott mindent. 1680-ban égették el élve lányával együtt. Áldozatainak száma több ezerre tehető. A gyilkos jósnő legnagyobb bűne nem a mérgezés volt. Kertjében közel 2500 újszülött gyermek és magzat maradványait találták. A magzatok valószínűleg az illegálisan elvégzett abortuszokból származtak, de az újszülöttek állandó, úgymond kellékei voltak sajnos a feketemiségnek. Bármennyire is hihetetlen, de ezekre a véráldozatos feketemiségre a francia arisztokrácia köreiben igen nagy igény mutatkozott. Hélène Gigaudot, a gyilkos apáca. Hélène Gigaudot 1803-ban született Franciaországban, Bretagne megyében. Gyermek évei nem alakultak jól, szülei korán meghaltak. 17 évesen apácának állt. Bár a fiatal lány ekkoriban még rettenetesen vágyott a szeretetre és az elismerésre, volt egyetlen hibája, amit a kolostorban nem tudtak neki elnézni. Kleptomániás volt. A folytonos lopások miatt elbocsátották, azonban a zárda, ami ezek után befogadta, nem tudott Hélène botlásairól. Itt a lány szakácsnőként tevékenykedett. Amíg a többiek főztjét ették, addig a holmiaik között kutakodott. Ekkor a lány bűne már nem csak a lopásban teljesedett ki, hanem arzénnal kezdte mérgezni az apáca társait. Mivel a főapáca gyanította, hogy ő kevert valamit az ételükbe, innen is kirúgták. 1833-ban egy családnál kezdett el dolgozni, szintén szakácsként. Ebből már sejthetjük, hogy itt is előszeretettel fűszerezte arzénnal az ételt. Rövid idő alatt 7 betegedtek meg a családból. Hélène szerencsére az arzén mérgezés és a nemrégiben kitört kolera járvány tünetei hasonlóak voltak, ezért senki nem gyanakodott mérgezésre. Különös az volt, hogy a lány az összes beteget teljes odaadással gondozta, ápolta, mintha csak a saját családja lett volna. Végül lopás miatt bocsájtották el a háztól. Ezután Hélène bármilyen családnál dolgozott, folytatta a szokását. Mérgezett, ápolt, végül meggyőzően gyászolt. 10 év leforgása alatt legalább 23 ember küldött a halálba arzénnal, köztük a húgát is. 1840-es években egy olyan családhoz került, ahol annyira jó érezte magát, hogy meg sem próbált méreggel ártani a háziaknak, azonban 8 év után lopás miatt innen is elküldték. Az elbocsátást egy utolsó vacsorával köszönte meg, amit már a régi szokásához híven arzénnal ízesített. Ám valamilyen isteni gondviselésnek köszönhetően a háziaknak nem ártott a szer, így Hélène csalódottan távozott. Utolsó munkaadója egy párizsi egyetemi professzor volt. A lány szeretett nála dolgozni, kedvelte a professzort, azonban a két másik szolgáló lányra nagyon féltékeny volt. Készített is nekik egy arzénes tortát, ami gondoskodott a lányok gyors haláláról. A professzor viszont ezt nem hagyta annyiban, szeretett szolgáló lányai boncolását kérte, így gyorsan ki is derült, hogy szervezetükben nagy mennyiségű arzén volt. Janu egyből Hélénre terelődött, amit az értelmetlen magyarázkodása csak megerősített. Az áldozatok pontos számát nem tudni, de 60 halálesettel és számos gyilkossági kísérlettel hozták összefüggésbe. Végül 1852. február 26-án végezték ki giotinnal. Kivégzésére rengetegen voltak kíváncsiak, hiszen egy gyilkos apáca lefejezése szinte példátlan esemény volt akkoriban és azóta is. Mary Ann Curtin 1832-ben született Angliában. Fiatal korában rendszeresen látogatta a vasárnapi iskolát. Ott jó lelkű, példás lánynak ismerték. Édesapja bányász volt, korán meghalt egy bányászból esetben, amikor is 46 métert zuhant. Ezután Mary Ann 16 évesen ápolónőnek állt, később ruhakészítéssel foglalkozott. 20 évesen kötött házasságot William Mowbray-jel, akivel 4 közös gyermekük született. 1860-ban halt meg az akkor 4 éves gyermekük, majd 4 évvel később másik 2. A gyerekeket követte a halálba Mary Ann férje és anyja. Az elhunytak ugyanabban a gyomorbetegségnek tűnő korban szenvedtek halálukkor.
Az ok, amiért Mérien Arzénnal kioltotta az életüket, nem más volt, mint az áldozatok életbiztosítása után járó busás pénzösszeg. 1865-ben az özvegy újabb házasságot kötött, ám a Frigg nem tartott sokáig. Egy éve voltak házasok, amikor a férfi meghalt szintén gyomor problémákban. A nő ezután házvezetőnőnek állt egy szintén özvegy férfinél, aki 1867-ben el is vette feleségül. A férfi előző házasságából ott maradt 4 mostoha gyermeke, még ugyanabban az évben egymás után elhunyt, szintén az arzén mérgezésnek köszönhetően. A méregkeverő asszony hiába győzködte újdonsült férjét, hogy kössön életbiztosítást ennyi tragédia után, a férfi nem állt kötélnek. Később közös lányuk is mostoha gyerekek sorsára jutott. 1869-ben a férj gyanút fogott, és kidobta Mérient, közös fiúkat, George-ot pedig egyedül nevelte tovább. A nő egy ideig az utcán élt. Pár hónap elteltével egy barátnője mutatta be bátyjának, aki felkarolta és feleségül vette. Mérien új férje nagyon jó életbiztosítással rendelkezett, ami az előző házasságából származó 2 fiára is kiterjedt. A 2 fiú és apjuk még abban az évben meghaltak egymás után, gyomorbajnak tűnő arzén mérgezésben. Továbbiakban az ismét özvegyé vált asszony egy régi szeretőjével vette fel a kapcsolatot, akitől hamar teherbe is esett. Közös gyermekük még csecsemőkorában meghalt, és annak apja is csak addig élt, amíg a végrendeletét Mérien javára módosította. Az elhalálozások ez esetben is a kapzsi nő számlájára írhatók. A gyilkosság sorozatnak akkor lett vége, amikor Mérien egy egyházi tisztviselőnek azt mondta, hogy a 4. házasságából rajta maradt mostoha fia már nem fogja sokáig zavarni. Sajnos így is lett, a fiú 5 nappal később meghalt. A 7 éves Charles Edward Cotton volt Mérien Cotton utolsó áldozata. Az egyházi képviselő, akitől mellesleg a nő akkor már terhes volt, rendőrséghez fordult. A kis Charles Edward exhumálása után kiderültek a mérgezések. 1873-ban 40 évesen akasztották fel, rövid tárgyalás után. A kötelet valószínűleg szándékosan nem megfelelően kötötték a nyakára, így haláltusája hosszúra nyúlt. Bár hivatalosan csak a kisfiú halála miatt tudták elítélni, de Mérien Cotton legalább 21 emberrel végzett, közülük 11 a saját gyermeke volt. Lydia Sherman, a Derby mérgező. Lydia Sherman története is a 19. században játszódik, de az Egyesült Államokban. Azonban a história nagyban hasonlít Mérien Cottonéhez. Lydia 17 évesen ment hozzá első férjéhez, akivel 7 közös gyermekük született. Bár Josephine nevű kislányuk egy éves korában elhunyt, az édesanyja úgy döntött, hogy ennyi gyermek túl sok neki. Ezután patkánymérget vásárolt, amit a férjén próbált ki először. Férje halála után jutott eszébe, hogy akár hasznot is hozhat neki, ha gyermekeit megmérgezi, így jól fizető életbiztosítást kötött rájuk. Mindössze 2 év leforgása alatt mind a 6 gyermek elhunyt. Némelyikük halotti anyakönyvi kivonatán a tífusz szerepelt, mint halálok, de feltételezhetően nem járványos megbetegedés okozta halálukat, hanem az édesanyjuk kegyetlensége és kapzsisága. 1868-ban ment ismét férjhez az özvegy Lydia. Az újdonsült férj egészségi állapota rohamosan romlani kezdett, miután bevette a végrendeletébe feleségét. Hamarosan meg is halt. Harmadik férjével Derby városában ismerkedett meg. Az özvegy férfi 4 gyermekét nevelte egyedül. Lydiát rövid udvarlás után feleségül vette. A házasság nem volt túl jó ötlet, ugyanis a 4 gyermek közül 2 hamarosan elhunyt. Ezután a gyászoló édesapa mély depresszióba esett, bánatát gyakran alkoholba folytotta. Lydiát annyira zavarta a férje folytonos tivornyázása, hogy elhatározta, az utolsó italt ő keveri neki. Az ital elfogyasztása után a férfi szörnyű kínok között meghalt. Kezelőorvosának gyanúja támadt a gyerekekéhez hasonló tünetegyüttes miatt és boncolást rendelt el. A halott Mr. Sherman mája telítve volt arzénnal. 2 elhunyt mostoha gyerekének exhumálása után Lydiát letartóztatták és 1872 tavaszán életfogytiglanra ítélték. A gyilkos bevallott a 6 gyermekének, 3 férjének és az utolsó férje 2 gyermekének megmérgezését. A nőről 1877-ben újra cikkezni kezdtek az újságok, ugyanis sikerült a börtönből megszöknie, de nem sokáig volt szabadlábon, hamar elkapták. Egy évvel később elhunyt egy betegségben, Wethersfield börtönében. Maria Swanenburg. A holland Swanenburg asszony tevékenysége is az 1800-as évekre datálható. Az egyik legtöbb áldozattal végző női sorozatgyilkosnak tekintik, de tetteiről és életéről kevés dokumentációt találni.
1839-ben született. 1868-ban feleségül ment Johannes van der Liedenhez, akivel 5 közös gyermekük született. Lakóhelyén aktívan részt vett a szegények, betegek, idősek gondozásában, gyakran vállalt babysitterkedést a rászoruló családoknál. Eközben sorra mérgezte meg a gondozásra szorulókat, rokonait és ismerőseit. Első áldozatai állítólag a saját szülei voltak. Indítéka többnyire biztosítási csalás volt, és a hagyatékhoz való hozzájutás, de volt rá precedens, hogy semmi haszna nem származott a gyilkosságokból. Egy esetben például egy halott itoron a résztvevők kávéjába csöpögtetett arzint, több ember halálát okozva ezzel. 1883-ban kapták el, amikor megpróbált egy családot megmérgezni. Tárgyalása során több, mint 100 halálesettel hozták kapcsolatba. Végül 1885-ben az utolsó 3 gyilkossága miatt ítélték el. Életfogytiglani börtönbüntetést kapott, de felvetődött, hogy miatta visszahozzák Hollandiában a halálbüntetést. A halál 1915-ben érte utol. Az újabb vizsgálatok megkérdőjelezik, hogy valóban végezhetette olyan sok emberrel Swannenburga asszony. Bell Genes, alias Hells Bell. Bell 1859-ben jött világra Norvégiában, a család 8. gyermekeként. Fiatalon dolgozni kezdett, hogy a pénzből az Egyesült Államokba tudjon költözni. 1887-ben ment hozzá Matt Sorvensonhoz, akivel közös otthonuk és édességboltjuk is gyanús körülmények között leégett. A pár ezzel busás biztosítási pénzhez jutott hozzá. 2 gyermekük is meghalt csecsemőként, akikre előzőleg jóféle életbiztosítást kötöttek. Ezt a szomszédok igencsak furcsálták, mert hogy a nő sosem látszott állapotosnak. Sorenson, hogy nem, épp aznap kapott agyvérzést, amelyik napon az egyik életbiztosítása lejárt, és a másik pedig életbe lépett, így a csavaros eszű felesége dupla pénzt kapott utána. 2 évvel később az özvegy hozzáment Peter Geneshez. Nem telt bele sok idő, hogy Peter előző házasságából származó csecsemő lánya az apja távollétében elhunyt. Pár hónappal később követte őt apja is a halálba. Bell elmondása szerint bal szerencséjükre egy húsdaráló esett férje fejére. A férfi halála után 3000 dollárnyi biztosítási pénz ütötte az ismét megözvegyült feleség markát. A pénz fogytával házassági hirdetéseket adott fel. A jelentkező férfiakat sorra semmizte ki és tüntette el. 1908-ban a Genes család indianai háza is porig égett. A romok között talált lefejezett női holttestet Bell Genesként azonosították. A tűz áldozata lett Bell 3 gyermeke is. A Rommel takarítás közepette egy rakás feldarabolt, elásott emberi maradványra bukkanta. A hatóságok 12 ember maradványait tudták biztosra azonosítani, de egyesek szerint több tucat áldozattól is származhattak. Az nyilvánvaló volt a hatóságok számára, hogy a gyilkosságokat az asszony követte el, de a gyújtogatással egyik szeretőit gyanúsították meg, Ray Lampert. A férfi a bíróságon tett vallomása szerint a ház felgyújtására maga Bell Genes kérte fel. Azt is a nő kérte tőle, hogy a gyújtogatás időpontjában a gyerekei is legyenek a házban. Lemper azt is mondta, hogy a lefejezett holttestet is a nő helyezte oda. Bár a holttestet vizsgáló orvos megállapította, hogy a tetemtest méretei nem egyeznek belével, az asszonyt halottnak nyilvánították, Lempert pedig börtönbe csukták. 2008-ban próbálták DNS-teszttel megállapítani, hogy a fej nélküli holttest és Bell DNS-e egyezik-e, de Bell fennmaradt leveleiről nem sikerült már megfelelő mintát venni. Bell Genes nagyjából 40 ember küldött a más világra. Némiképp kilóg a felsorolásból, mert nem mindenkinél mérgezés volt a módszere. Olhos Jánosné, a nikotinos gyilkos. Nem maradhatnak ki a hazai ügyek sem a felsorolásból. Magyarországon is akadnak szép számmal nők, akik a gyilkossági módszerek közül a mérgezést választották. Az egyik ilyen volt Olhos Jánosné, róla már sokan hallottatok. Olhosné 1935-ben született Penészleken, Pap Erzsébet néven. 22 évesen ment férjhez első férjéhez, Rostás Istvánhoz. Hamar elege lett az iszákos és agresszív férfiból. Az asszony elhatározta, hogy örökre megszabadul tőle. Ennek végrehajtására folyékony nikotin szerzett be, amit kutyájukon tesztelt először. A kutya szinte azonnal kimúlt, de Erzsébet szeretett volna biztosra menni, így egy alkalommal, amikor a szomszéd 5 éves kislánya nála járt, az ő italába kevert a halálos méregből. Amikor látta, hogy a kislány nincs jól, egyszerűen kilökte az utcára, mintha mi sem történt volna. Szerencsétlen gyermek pár lépés után összeesett és meghalt. Az asszonyt ugyan kihallgatták, de nem keveredett gyanúba. Nem sokkal később a nikotinos gyilkos
Elérkezettnek látta az időt férje kiiktatására is. Egy éttermi ebéd alkalmával észrevétlenül a férfi italába öntött a méregből, aki szinte azonnal meghalt, miután belekortyolt. Pár nappal ezután egyik haragosához, Fürtös Józsefnéhez látogatott el, egy üvegnyi nikotinnal felütött pálinkával. Fürtösnének azt mondta, hogy békülni szeretne. Az áldozat nem fogott gyanút, gondolkodás nélkül kiitta a mérget. Ahogy meghalt, Erzsébet orvosért rohant, és azt állította, Fürtösné már rosszul volt, amikor odaért. A meggyilkolt asszony 5 hónapos terhes volt. A hatóságokban felmerült a gyanú, hogy a magzatot szerette volna elhajtani, és túladagolta a mérget. Olhos János 1959-ben vette el a kegyetlen asszonyt. A házasság nem tartott sokáig, de az asszony mindig talált magának alkalmi partnereket. A negyedik áldozata a saját nővére volt, akinek egyetlen bűne csupán annyi volt, hogy kifejezte nem tetszését a kicsapongó életmód miatt. A gyilkosság sorozatnak az üveg visszaváltása vetett véget, amiben Erzsébet a nikotint tartotta. Mivel az üveg nem megfelelően volt kitisztítva, így az azt később megvásárló és használó férfi és 2 barátja rosszul lett. Gyomormosáson kellett átesniük, és az orvosuk jelentette az esetet a rendőrségnek. Vizsgálat során megállapították, hogy az üveg nagy mennyiségű nikotint tartalmazott, és a szálak hamar elvezettek Holhosnéhoz. Holhosné eleinte tagadta a vádakat, majd részletekbe menően mindent bevallott. A bíróságon először azt állította, hogy a mérget Kossuth cigarettákból áztatta ki, később bevallotta, hogy a nővérétől kapta a mezőgazdaságban használatos folyékony nikotint. 20 napos tárgyalás után 1961-ben halálra ítélték 4 ember meggyilkolásáért, és 1962-ben felakasztották. Fazekas Gyuláné és a tiszazugi méregkeverők. A tiszazugi méregkeverők története valószínűleg még közismertebb, mint a Holhosné féle nikotinos mérgezések. 1929-ben kipattant botrány megrázta a magyar társadalmat, de a témát világszerte is felkapta a sajtó. Az események kulcsfigurája Fazekas Gyuláné nagy révi bába volt. Fontos leszögezni, hogy a tömeges mérgezések nem csak Tiszazugra vagy Nagyrévre korlátozódtak, hanem jó néhány környékbeli településre. Fazekasné a bábáskodáson kívül illegális abortuszokat hajtott végre, később légypapírból készített arzénes méreggel látta el a boldogtalan házasságban élő asszonyokat. 100 évvel ezelőtt a nőknek még ritkán volt lehetőségük szerelemből házasodni, fogamzásgátlás hiány pedig gyakorta több gyerek született a családokban, mint amennyit el tudtak tartani. Többek között ezen okok vezettek odáig, hogy a boldogtalan, elszegényedett, sokszor bántalmazott asszonyok végső elkeseredésükben, vagy csak aljas indokból, de megszabaduljanak férjüktől, gyermekeiktől, vagy egyéb családtagjaiktól. Ráadásul Nagyréven jó néhány hadifogoly volt elszállásolva az első világháború ideje alatt, akikkel állítólag a helyi asszonyok előszeretettel bonyolódtak szerelmi viszonyba, amíg a férjük oda volt harcolni. A férjek hazatérése a frontról sok esetben nem tette éppen boldoggá az asszonyaikat, így maguk intézték el a háborút megjárt férfiakat. A környéken ez időben szinte szokássá vált a légyvizes mérgezés. Férjek, szeretők, betegségben szenvedő gyermekek, nem kívánt csecsemők, hadirokkantak, gondoskodásra szoruló családtagok, idősek, senki nem volt biztonságban. A mérgezések majdnem 2 évtizeden át folytak titokban. Ennek oka többek között az is lehetett, hogy Fazekasné jó barátja volt a helyi orvosnak, a halotti bizonyítványokat kiállító személy pedig az unokatestvére volt. Emellett a környékbeli asszonyok között volt egyfajta szolidaritás egymás iránt, aminek köszönhetően nem árulták be egymást a hatóságoknál. A lebukás valószínűleg nem egy konkrét eseménynek köszönhető, hanem egyszerre több dolognak. Annyi bizonyos, hogy az 1920-as évek végére már annyi volt az egymáshoz hasonló haláleset, hogy ekkor már nem lehetett nem gyanút fogni. A nyomozás megkezdését egy névtelen levél is sürgette, amiben valaki beszámolt a mérgezésekről. Végül 26 nőt és 2 férfit állítottak bíróság elé. 4-en még az előállítás előtt öngyilkosak lettek, köztük Fazekas Gyuláné is. A tárgyalások 2 évig tartottak. 162 gyilkosságot tudtak rájuk bizonyítani, de pontos számot lehetetlen mondani, hiszen képtelenség lett volna minden halottat exhumálni. A forrásoknál is nagyságrendekkel tér el az áldozatok feltételezett száma. Van, ahol néhány százra, de van, ahol 1000 felettire becsülik az arzénnal meggyilkoltakat. A tárgyalások végén 6 gyanúsítottat halálra ítéltek,
Közülük csak hármat agasztottak fel, a másik három személy ítéletét enyhítették. Gyanítható, hogy Fazekasné valóban az egyik kulcsfigurája volt az eseményeknek, de mivel a tárgyalásokon ő már nem tudott védekezni, ezért a vádlottak igyekeztek mindent ráhárítani. Az eset, ahogy a többi felsorolt történet is, rengeteg kérdést vet fel. Mi vehette rá ezeket az asszonyokat, hogy végezzenek családtagjaikkal, szeretteikkel? A tárgyaláson az asszonyok a mély szegénységre és a háborút megjárt poszttraumás stressz szindrómában szenvedő férjük bántalmazó viselkedésére hivatkoztak legtöbbször. Az ügy a magyar kriminalisztika egyik legismertebb ügye lett. Az esettel kapcsolatban több könyv, tanulmány és dokumentumfilm is született. Reméljük tetszett a videó. Kicsit hosszabbra sikerült a tőlünk megszokottnál, sőt az információ kutatás közben rájöttünk, hogy rengeteg hasonló sztori létezik még ezen kívül. Így, ha tetszett a téma és érdekelne a folytatás, akkor kérlek jelezd kommentben és lájkold ezt a videót.